Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tételezzük fel, mondjuk olyan dolgokat csináltál az életedben, hát amire nem vagy büszke. Érted? Mondjuk olyan személyekkel szemben csináltad ezt, vagy személlyel szemben csináltad ezt, akinek már nem tudsz viszonozni. Na akkor kérdezem, hogy fogsz viszonozni? Tehát hogy fogod, nem is viszonozni, bocs, hogy fogod jóvá tenni azt, amit csináltál? Tehát még egyszer, hogy mindenki értse. Tehát csináltál olyan dolgokat az életedben, amire nem vagy büszke. Oké? Beleértve a mulasztásokat is. Mert arra se büszke az ember, amit elmulasztott. És azokat a dolgokat, amit elkövettél, vagy elmulasztottál, azt jóvá kellene tenni. Miért? Hogy értsed. Mert ha nem teszed jóvá, akkor addig bűnhődsz, míg nem teszed jóvá. Nem a következő életedben, ebben. Na, akkor nézzük tovább. Mi az, hogy bűnhődés? Mert ezt se értitek. Például az a bűnhődés, hogy nincs energiád. Érted? Ha állandóan fáradt vagy, vagy állandóan rossz kedvű vagy, vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. Érted? Na ez a bűnhődés. Tehát szenvedsz valamilyen formában. Világos ez? Tehát nem jól érzed magad a bőrödben, hanem szenvedsz valamilyen formában. Na most, ha megnézed az embereket, akik állandóan nyaralni járnak, meg alig várnak, hogy alig várnak arra, hogy kimozduljanak a saját lakásukból, mert azt hiszik, hogy nekik az a jólét, hogyha akkor érzik jól magukat, hogyha szórakoztatják őket, az azért mozdul ki, mert szenved a saját bőrében. Érted? Tehát nem érzi jól magát a saját bőrében. Ez a bűnhődés. És addig bűnhődik az illető, míg az ártott tetteit nem teszi jóvá. Vagy a mulasztásait nem teszi jóvá. Na akkor kérdezem én. Hogy tudják az emberek ezt jóvá tenni? Most gondolj bele, gyerekkorodtól hány olyan cselekvést csináltál, amire nem vagy büszke. És már lehet, hogy nem is él ez a személy, akinél elkövetted azt, amire nem vagy büszke. Aha, hogy teszed jóvá? Ezért erre van egy feloldozó szabály. Az emberek ezt se tudják. Az, hogy úgy tudod jóvá tenni egy cselekvésedet, ha már az illetőnek nem tudod jóvá tenni. Egyébként nem tudom, hogy a jóvá tétel, például egy személlyel szemben, annak mindig nagyobbnak kell lenni, mint az elkövetett bűnnek. Tudtátok ezt? Ha nem tudtátok, akkor most már tudjátok. Hát akik itt vannak és tanulták, azok tudják. Na most onnantól kezdve, ezt a jóvátételt hogy teszed meg, ha az a személy már nem létezik, vagy nem lehető föl? Na ezért a feloldozás azt jelenti, a feloldozó jóvátétel azt jelenti, hogy tanítod embereknek azt, hogy hogy csinálják jól, amit te rosszul csináltál. Nem tudom, elég világos voltam-e. Vagy tanítod embereknek azt,
hogy azt nem ulasszák el, amit te elmulasztottál. Világos ez? Na most akkor kérdezem én, kiknek fogod tanítani? Tehát egy földi ember, minden ember a bolygón egy dologban azonos küldetéssel született. Meg kell neki valamit nagyon jól tanulnia, nagyon jól kell csinálnia, és képesnek kell lennie arra, hogy tanítsa. Mindenki ezért született erre a bolygóra. Tehát képesnek kell lennie arra, hogy a tudását átadja másnak. Na jó, de ez csak úgy kitérőként mondom, kérdezem azt, hogy saját csapat nélkül, hogy fogod a feloldozó jóvátételt megtenni? Tehát az azt jelenti, hogy az egész életedben szenvedni akarsz? Mert addig, míg nincs feloldozó jóvátétel, szenvedés van. Hát eleve ott kezdődik a dolog, hogy a legtöbb ember még azt se tudja, hogy milyen ártótetteket követett el. Mert az egója nem engedi, hogy ártótettnek elkönyvelje a cselekvését. Mert fogja, és az ártótettére rögtön magyarázatot talál, hogy én azért csináltam, mert az ilyen gazdja úr hitvány egyfajzat, stb. És megérdemelte, hogy tettem. Nincs olyan, hogy valaki megérdemli, hogy ártsál neki. Ilyen nincs. Persze, hogy van, de ha te ilyet teszel, akkor ez részedről ártótett. Még akkor is, ha neked valaki ártott, és ártással viszonzol, bocs, ártótett. Tudtad? Hát ha nem tudtad, akkor most már tudod. Egy igaz embernek nem lehet ártani. Világos az? Tehát úgy kell élni az életét az embernek, hogy igaz emberré váljon. Nem gaz emberré, hanem igaz emberré.